Végeztek az ebéddel az általános iskolás diákok, a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképző iskola és kollégium ebédlőjében. Itt egy hetet töltöttek el a Tolna megye különböző pontjairól érkezett tanulók. Görcsös Zalán János, a Baka István általános iskola 6. osztályos tanulója, egy volt abból a 20 diákból, akik részt vettek a szakmakóstoló pályaorientációs héten, és megismerkedtek a pék cukrász szakmával. Érdekelt a cukrászat művészete, és hát akkor a pékség, tehát a pék munkáról se lehet lemaradni. Gotthard Mátyásnak a langaló, vagy más néven kenyérlángos sütés tetszett a legjobban. Nap langalót sütöttünk, muffint, bombont is csináltunk, mézes kalácsot is, elég sok mindent sütöttünk igazából. Harmadszorra szerveztek az iskolában szakmakóstoló pályaorientációs hetet. Fülöp Mónika, az iskola igazgatója elmondta, a tanárok a program összeállításakor szem előtt tartották, hogy a tanulók az alapanyagoktól a késztermék előállításig megismerkedjenek a kenyér, a pékerú és a cukrászati termékek gyártási folyamataival. Igyekeztünk az iskolában is, és a saját tankonyhánkban programokat szervezni, illetve külső helyszínekre is elvittük a tanulókat, hogy minél szélesebb körben szerezzenek tapasztalatot erről a csodálatos szakmáról. A pályaorientációs hét célja az volt, hogy felkeltsék a Tolna megyei diákok figyelmét a pék cukrász szakma iránt, hiszen ezen a területen nagy a szakember hiány, mondta el az esemény másik szervezője is, egyben támogatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. Nagy változás előtt áll a szakma, az ágazat, az agrárium is nagy változás előtt áll. A fiatal generációra szükség van, mert annyira innovatív lett a terület, ez a terület is már, hogy a generációváltásra szükség lesz, elkerülhetetlen. Ezt az idősebbek is érzik és tapasztalják. A hét zárásaként a diákok családi napon vehettek részt szüleikkel együtt. Végül pék cukrász kisinassá fogadták a résztvevőket.